Következő témánk a természet intelligenciája. Ennek a beszélgetésnek két előadója lesz, és közös beszélgetést fogunk itt az asztal mellett folytatni. Az egyik dr. Kalmár Gergely, növénygenetikus kutató, a másik oldalamon pedig dr. Borza Attila, mikrobiológus, rákutató orvos. Hát ez egy nagyon nagy téma, és nekünk itt most nincs ilyen hosszú időnk erre, hogy ezt jó a mélyéig lemenjünk és taglaljuk, de szerintem rá tudunk mutatni azokra az összefüggésekre, melyek talán bennünk elindítanak egy olyan folyamatot, hogy másként nézzünk önmagunkra, a környezetünkre, és mindenre, ami körbevesz minket, hogy nagyobb felelősséggel, mint ahogy talán eddig tettük. Gergely, átadom előbb neked a mikrofont. Szeretném, ha beszélnél arról, hogy ami most a világban van, a természetben, amit az ember tett, és annak a következményei, mit tudsz erről nekünk mondani? Szeretettel üdvözlök mindenkit. És egy rendkívül nehéz területhez értünk, mert a civilizációnk ezen az intelligencia szón áll vagy bukik. Ezt azért merem így mondani, mert ha visszamegyünk az ókorig, Arisztotelésztől kezdve úgy értik az intelligenciát, hogy az ember elkezdett eszközöket alkotni. És azt hiszük, hogy ez az intelligencia, ezt mérik is, az IQ, tehát az absztrakt intelligencia, de rájöttek, hogy ez nem elég. Van egy olyan, hogy a kreativitásnak az intelligenciája az megint más. Akkor rájöttek, hogy az is kevés, akkor jött, hogy szociális intelligencia, amit mi már teljesen elfelejtettünk, ezek mind ilyen mesterséges dolgok, ám az intelligencia szavak mögött rejtőző dolgok. És akkor a végén az emotional, tehát az érzelmi intelligencia. De ezt, ha én 50-ig mondanám a sorozatot, akkor az 50-nél több, tehát nem lehet befejezni. Tehát az emberi alkotás az intelligencia körében nem csak az ilyen eszközök, hanem aztán látok, hogy az eszköz megvan, azzal lehet ölni és egyéb, tehát elég durván elment az emberiség ebbe az intelligenciát folyamba. Tehát nem ez az út. A valódi út, gondoljunk bele az ős állapotot, amikor nem beszélünk intelligenciáról, de mindenki békességben, ruha nélkül egyéb élt, és volt elég élelem, gyümölcs, egy a paradicsomi állapot, és hogy eltávolodtunk attól. És a legdurvább volt a múlt század közepe, az intelligenciában, amikor az ember elkezdett olyan eszközöket gyártani, amit számítógépnek nevezünk. Tehát ez annyira problematikus, tehát édesapám tanított, és mondta, hogy az élet alakulhatott volna a Földön nem csak szénvázra, hanem szilíciumvázra is. És hát most megvan, mert egy embernek van 100 milliárd agysejtje, de átlagosan most már olyan közel 15 milliárd szilícium tranzisztor jut egy emberre átlagosan a Földön. És mindent teszünk át abba a folyamatba, hogy ezt érzékeltessük, mert ezzel, ahogy mi használjuk ezeket az eszközöket, beleértve a számítógépet, az embert egyre lejjebb tesszük. Tehát én utazok az országba, a világba GPS nélkül, mert a mentális, az emlékező képesség, egyéb eligazodó képesség megvan. És ezt áttesszük GPS-re. Ezt most áttettük egy mesterséges világra, ami tovább fog fokozódni, tehát bizonyos szerveket helyettesítenek ilyen kis számítógép egységekkel. Tehát elkezdjük nem használni. Igen, tehát a testre se lesz szükség egyéb. Tehát aztán innentől kezdve már megint Hanvas Béla segít bennünket, hogy mi lesz ennek a következménye,
de ebben a folyamban már annyira bent vagyunk, mert ha valaki nem használja a GPS-t, azt már hogy lenézik, hogy az már nem is közénk való. Tehát ez a civilizációnak a borzalma, és nem tudjuk, hogy melyik pillanatban roppan össze ez a buborék, amiben ma élünk. Hát még azt se tudjuk, hogy mi az anyag, mi az energia, semmit nem tudunk, csak találgatunk, mert a tudomány, amire rátették az emberiséget, az egy mesterséges dolog, valamit föltalálnak, régen kibírt 100 évet, aztán 50, aztán 25, most már csak napokat bír ki egy-egy felfedezés, mert jön a következő rá, és hát, hogy nem tudom, a régebbi tanításaim szerint, tehát az emberiség egy csoportja, 600 évvel előrébb van, mint mi, azokat mi már nem is látjuk. És azt, mi azt hiszük, egy másik dimenzió, egy más, a csodát. Ugyanebben a háromdimenziós rendszerben vannak, és ők eltűntek, és akkor mi mindenről beszélünk egyéb, és beragadtunk ebbe. Tehát a kultúra tűnt el. Tehát nekünk a kultúrát kell visszahozni, és az úgy kezdődik, hogy kezdetben vala az ige. Tehát innen indul. A másik, komolyabb már, mint az ókorból megmaradt, hogy ami fent, az lent. Tehát amikor mennek ezek a táplálkozás vagy élettel kapcsolatos előadásaim, abban le van vetítve, hogy ami fent, tehát univerzális méretű, az megvan a sejt méretbe is, vagy az alatta lévőbe is. És ezeket kell nekünk meglátni. De hát mondom, már azt nem látjuk, ha valaki egy pár száz évvel előttünk van. Akkor áthagyjuk a szót most Attilának, mert te pedig mikrobiológus lévén és vércseppanalízisekkel is foglalkozol. Pontosan egyetlen vércseppből is ugyanazokat el tudod mondani, amiket most a Gergely mondott, hogy ott minden benne van a sejtben. Igen. Tiszteltek, köszöntök mindenki. Én az előadónak egy mondatát ragadnám ki, akik itt voltak, azok emlékeznek rá, akik pedig most jöttek be, ezek számára megpróbálom itt ezt fölidézni, aki azt mondta, hogy el fog az akkor következni, akkor élhetünk 130-150 évig, aztán lehetünk ugye fénylények is. Nyilván itt nem lehet az egész témát átfogóan beszélni, akik ugye járnak a havonként tartandó előadásokra a Somogyi Könyvtárban, ugye beszéltük, hogy még 55 előadás, tehát tulajdonképpen egy 5 éves előadássorozat keretében ez ugye ki lesz majd vesézve. Nos, az a lényege az egésznek, mivel nem tudok itt persze, nem lehet mindenről beszélni, hogy történet röviden az, hogy a 20-as évek elején a német orvosok és biológusok figyelték meg először mikroszkóp alatt az élő vércseppet, tehát ugye egy nagyon egyszerű kis invazív módszerrel az újbegyből vettek vért, és ugye akkor figyelték meg, hogy a hemopoézis során keletkező vérelemek, tehát az alakos elemek, ugye a pariglobuliák, a vörösvértestek, fehérvértestek, ugye különböző immunlimfociták mellett vannak olyan egyéb aragzatok is a vérbe, amelyeket de addig nem tudott az orvostani besorolni. Na most ugye majd egy rövid filmet szeretnénk mindössze 4 perceset bemutatni, de nyilvánvalóan csak eszenciát próbálom az egésznek most megfogni, hiszen a budapesti kisorvosi konferencián, aztán novemberben nagy országos konferencián is már le fogok vetíteni egy másik filmet, az mindössze 7 perc lesz, tehát normál sebességen fogom levetíteni, és ott fogom prezentálni azt, hogy itt ugye az előző előadásokban beszéltünk ugye a szellem, az ego, az elméről, és ezek nem különíthetők el a testünktől, ugyanis ami megjelenik a gondolatainkban, az pontosan megjelenik a vérben is. És
ezek a folyamatok bizony olyan szinten képesek működni, hogy az ember teremti magát, vagy lefelé destruktíve, vagy pedig fölfelé. Nagyon röviden, mielőtt a filmet levetítenénk, mert a nagyorvosi konferencián, ugye ott részesen fogok beszélni, nyilván ott a szakma lesz, ugye kutatóorvosként azt már ugye elmondtam még az előadásokban is itt a Somogyi Könyvtárban, és örülök, hogy egy növénygenetikus ül mellettem, mert tulajdonképpen alapvetően kell átírnunk, kérem szépen, a biológia egyes fejezeteit, a biofizikát, az orvosbiológiát, meg a genetikát is. És itt pontosan erről van szó, hogy mentális tudósok vannak, tehát a saját szemüknek nem hisznek, pedig tulajdonképpen előttük zajlik az egész folyamat, ugyanis az ember szervezete az teljesen egy finom fizikai, magasabb, úgynevezett hiperkvantum térből, egy durvább szerkezeti anyagokból van. De ebben a durvább szerkezetben ugyanúgy képesek finom anyagok keletkezni. Ugye ez a homeopatizmus egyébként, tehát a szervezetnek egy öngyógyító képessége. És vannak benne olyan energiacsomagok, amelyek többféleképpen képesek működni, és ez a lényeg, hogy képesek átalakulni ezek a fizikailag mérhető, anyagból álló, és főleg speciális vizekből álló, aztán fehérjéket tartalmazó, és most tessék figyelni, ugye a növényi kloroplasztokhoz hasonlóan, ugye itt tulajdonképpen a szénnek tulajdonképpen a szintetizálása kapcsán fényt tartalmaznak, klorofilt. Majd lesz egy növényszervezeten előadás, ahol beszélni fogok a növényi szervezet, meg az emberi szervezet közötti azonosságokról. Elképesztő érdekes lesz, hogy kik is vagyunk tulajdonképpen. Ugye az evolúció folyamán, és a lényeg, amit akarok mondani, hogy mi olyan kísérleteket tudtunk, megfigyeléseket tudtunk elvégezni, és ez az, amiért a genetikát át kell írni, hogy őssejtek képesek átalakulni ilyen, ezeket úgynevezett biontáknak nevezik, tehát energia, fénycsomókká, amik differenciálódhatnak különböző vörös vértestelemekké, vagy a vérben visszaképesek differenciálódni őssejtekké. Egy konkrétumot hagyd mondjak, január 2-án bejelentette egy japán és egy amerikai kutatócsoport, ugye világba kiküldték, hogy egereknél sikerült elérniük, hogy vörös vér testekből is, amelyek nevezették a magjukat, tehát az öntetlen kromoszómát, nem csak vörös vérsejteknél sikerült elérni, hogy vissza alakultak. Tehát tulajdonképpen, kérem szépen, hogy egy metamorfozissal visszaalakultak őssejté. Na most ezt az embernél is meg lehet csinálni. Mi kutatócsoportunk már embernél is ezt elérte, csak még azt kell lenne szabályoznunk, hogy milyen típus őssejté alakuljon. De most nem ez a lényeg, ez persze egy Nobel-díjat érdemelne, csak nem lehet szembe menni a jelenlegi genetikai kutatásokkal, ahol belenyúlnak a magába az őssejtbe. Tehát az egész rezgését megváltoztatják, ugye mikrosebészetileg, hanem arról van szó, hogy azt is sikerült filmre vennem, hogy így teljesen, amikor jöttek paciensek, ugyanez lezajlott. Miről van szó? A vele született őssejt, aktív őssejt kapacitás mellett, ugye, itt a magzatvér őssejtek, amit kapunk az anyától, és akkor ugye ott még tulajdonképpen a magzatként a magzat őssejtek működnek, az embrionális sejtek leállnak, és akkor ugye ezért van, amikor megszületik valaki, már nem fog még egyszer kinőni keze, lába, meg a mája, meg a szíve, mert ugye ez a program leállt. De ez nem igaz, ugyanis ez a vérben képes lejátszódni. Most az egerek kapcsán a számítások azt mutatják, és akkor itt van a Biblia, ugye Matuzsálem 926 évvel, hogy különböző kutatócsoportok számításai szerint, hogy a telomérek visszabbének hosszabbodni ugye a kromoszoma végén, hogy olyan 900 és 1080 év közötti életkort is meg lehet élni, de ez nem mindegy. Sikerült az emberek véréből olyan biontákat megfigyelni, amelyeknek a kapcsán tulajdonképpen tényleg képesek a sejtjeink egy magasabb kvantum rezgésségbe átmenni. Még csak annyi, mikor embriók vagyunk, akkor tulajdonképpen a medúzák
sejtszerkezetéhez hasonlítunk bizonyos értelemben, hoppá, ugye, az óceánok, mert 97%-unk víz, ez egy ilyen kolloid, egy kocsonyás víz, nem közönséges víz van benne, különböző vizekből áll, P-víz, ugye deutérium és deuteronokból, tehát a különböző klaszter szerkezetű vizekből áll, és úgynevezett határréteg vízből áll. Ez a P-víz, Pados István, ő csinálta meg először a vizet mesterségesen. Jó, magzatként is 85-86%, megszületünk, és akkor 2-3-es korunkra beállunk, 72-75%-ra. Tehát alacsonyabb rezgésen mennek át a sejtek, de ezt képesek vagyunk visszahozni. Ehhez azonban valóban itt is változtatni kell, meg itt is, tehát a szív és az agy, tehát az értelem és az érzelem szintjén kell fejlődni az embernek, és akkor majd valóban bekövetkezik az, hogy az emberek hosszabb életet fognak élni, és azt ki is tudják majd használni, mert ezeket a matuzsálnyi korokat most nem is tudjuk elképzelni, hogy úristen, mit csinálják én 150, meg 200, meg 300 évig. Ugye a genetika is nyújtja ezt a tudomány, ezt a lehetőséget. Kolozsvári Egyetemen már elérték azt, hogy szintén a telomeráznak ugye a visszaamplifikálásával sikerült elérni, hogy már 250 évre meg tudják hosszabbítani az emberek életét. Jó, persze ez arról szól, hogy ha befizetsz majd 5 millió dollárt, akkor azt megkapod, meg kinől a májad, meg a kezed, meg az ujjaid még egyszer. Tehát ugye az egész az itt is a pénzről szól, tehát nem arra kell appellálni. Jó, tehát igen, szerintem akkor azt látjuk majd itt, hogy 4 ilyen kis pamacsot látunk, és ez normál sebességen fog ez a film menni. Itt azt látjuk egyébként, hogy ezek amoboid mozgással szépen eltávolodnak egymástól egy kicsikét, aztán megint egymás közelébe kerülnek. Ezeket elnevezték orgontesteknek. Az orgon az formáló, alakító energiát jelent. Na most ezek a biontáknak, ezek a bizony biontáknak különböző típusai vannak. Vannak fejletlenebb, vannak fejlettebb típusai. Ezek határozzák meg egy embernél, ugye meg lehet nézni az illetőnek a bioenergetikáját, az orgon energiáját lehet megnézni, mert 98%-os bioenergetikával születünk, 100%-kal nem születünk meg, pontosan azért, mert az embrionális sejtek osztódása során, ahogy a víz, aztán a magzati sejtek és a szövetek kialakulásával csökken gyakorlatilag ugye az életrezgés vizeknek a mennyisége, és ha 56% alá esik, akkor az illető menthetetlenül meghal. Tehát betegségek sorozatai jönnek, de persze ugye mert nincsenek benne a szomatikus hatások. Sajnos ezért van, vagy nem sajnos, hogy tanuljunk belőle, hogy most már nemhogy hosszabbodik az életkor, amit mondanak, mert valóban ez a tendencia is megvan, hanem bizony a 60 éves koromban halnak az emberek, és egyre több a daganatos csecsemő és a kisgyerek. Mert daganatos csecsemőnél például egyáltalán nincsenek ilyen bionták a vérben. Vannak az úgynevezett sötét bionták, ezek a T-bionok, ezek különböző onkovírusok, de erről nem beszélnek ezekről, hiszen most nem diagnosztikai, preventív és milyen analitikai, diagnosztikai módszertani előadást tartom. Amit szeretnék mondani, és ezt elmondtam a kisorvosi meg a nagy konferencián, el fogom mondani, hogy így mondjam, fölfedeztem, tehát gyermekek, néhány éves gyereknél, csecsemőnél, főleg pubertás korosztályú gyerekeknél, hogy független attól, hogy a szülők hogy nevelik, tehát most azt vegyük azt a sémát, hogy nagyon egészségtelen is a szülőknek mind a fiziológiája, tele vannak abúzusokkal, tehát alkoholizálás, nem megfelelő étkezés, dohányzás, és ugye lelkileg is stresszelik a kisgyereket. Itt láthatjuk, hogy közben ugye ezek szépen elkezdett kettős csoportba alakulni a két-két amőba szerű ugye energiacsomó, és ezek normál sebességgel játszódnak le a vérünkbe. Tehát annak ellenére megjelentek ezeknek a biontáknak újabb típusai. És ezeket nevezi a pszichológia hiperaktív gyerekeknek, akiket ugye betegnek tekintenek, és ugye itt a hagyományos iskolai rendszerben ezek nem tudnak érvényesülni, de miről akarok beszélni? Arról, hogy
elindult az emberi fajnak bioenergetikailag, vannak képviselői. Régen úgy neveztük a 70-es években, ugye azok voltak kérem szépen a indigó gyerekek, és most ugye a kristály gyerekek leszületéséről beszélünk. Nevezzük őket így, nem véletlen. Ugye most már a négy bionta szépen tulajdonképpen megint egyesült. És itt arról van szó, hogy ezek a gyermekek, ezek már eleve olyan képességekkel születnek meg, meg genetikailag folyamatosan változunk. Ezek ugye mindenféleképpen arra utalnak, hogy a szervezet ezek a gyerekekben, tehát itt tulajdonképpen a fiziológiáról kell beszélni egyrésztről, elképesztő ellenálló képességet mutat, mert eleve az ember hoz betegségeket, bizony konkrét betegségeket és genetikailag. Ugye már csak az, hogy a halmozott familiáris eredetű betegségek, a másik pedig a magzatvíz, magzatvér elégtelensége, ugye a mama pociában mégis ott vagyunk, az meghatározó. Aztán ennek a szerzett problémák, és ezek a gyerekek mégis tulajdonképpen ahhoz képest nem mutatnak olyan betegségi állapotot. Velük szemben vannak, ugye most is meghalt egy hónapos csecsemő, már daganatokkal szed egy másfél hónapos. Hát nem csak arról van szó, hogy az édesanyja, hanem hogy honnan született le, de most nem megyünk bele a spiritualitásba és az ezotériába. Igen, ez már a második film. Igazából ezt akartam rögtíteni, de köszönöm szépen, le lehet kapcsolni, mert egyszerre nem lehet mindenre figyelni. Tulajdonképpen amit én akarok az egészből hozni, hogy az emberiség és maga az egyén folyamatosan változik. És a testünkben, ugye a vér egy folyékony szövet, talmudok is mondják is, hogy a lélek a vérben van, de az egészből, amit itt a fénylény és a hosszú élet kapcsán, hogy ezért kell kérem szépen a gyerekeinkre odafigyelni, mert közülük vannak azok az új emberek, akik majd hát hozzánk képes szuperemberek lehetnek, de egyébként mindenkinek adva van ez a lehetőség. Még csak annyit, amikor onkopszichológiát csinálok daganatos betegekkel, aki egyébként amúgy is képes fejlődni szellemileg, lelkileg, és képes szembenézni azzal, hogy az ő betegsége az az övé, és itt az előző előadásban is ugye szerepelt az önszeretés. Önszeretet nélkül nem tud az ember más sem szeretni, csak jönnek a rossz gyűlöletenergiák, és annak például pszichoszomatikusan a rák a következménye. Jó, persze, csak azért eszik olyan ételt az illető, mert olyan fejletlen, tehát rossz toxinokkal teli hőkezelt ételeket, és a többi, lehetne ezt részletezni. De gondoljanak bele, hogy a vérükben folyamatosan átalakulnak, hogy így mondjam, a hagyományos velünk született sejtekből, ugye ezek az energiacsomók, és ezek képződnek bennünk, nem a semmiből képződnek a vérünkbe. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, és ezek képesek visszaalakulni sejtekké, és megnövelni az eredeti őssejt állományunkat és a szöveti sejteket is. Tehát az ember képes önmagát regenerálni, és ugye itt egy mondatként, ugye itt a Szentgyörgyi Albert neve van kiírva, hát megint csak emlékezzünk őre, hogy a Bauer professzorral együtt tulajdonképpen, és aztán Szentgyörgyi volt az, aki az alapjait lefektette az úgynevezett elektron kvantum biológiának, amelynek én is képviselője vagyok. Az elektron kvantum biológia, ez arról szól, hogy ugye a sejteknek az anyagcseréje, az életciklusa, az csak egy biokémiailag. Biofizikailag ugye itt a másik része, ami mindenféleképpen összefüggésben van a bevitt biofénnyel, ugye a C-vitamin kapcsán ezt ugye Szent György remekül felismerte, és más vitaminok, de ugyanakkor kérem szépen a lélek. Lesz egy onkopszichológus úgy, aki majd előadást tart, és ugye kihangsúlyozza, hogy a betegségek, általában a betegségeknek van, mikor több mint az 50%-a az valójában lelki eredetű. De amit még szeretnék mondani, miért visszaadnám a szót, nagyon fontos persze, hogy itt foglalkozunk a lelkünkkel, de hogy a görögök mondták, épp testben épp lélek. A spártaiak a csata előtt mindig csak egy héttel gyümölcsöt ettek, mert csak úgy voltak képesek a falangzban együttműködni.
Tehát először nagyon fontos az, hogy kérem szépen, mit viszek be a szervezetembe, mert ha valaki megeszik egy babujás levest, akkor 2-3 óráig olyan a vére, mint egy áttétesé. Limfocita és leukocita leukémia alakul ki. Tehát eleve már az immunrendszeremet gyengíti nap mint nap, és ezek is megjelennek az embernek a vérében, és ezek az élet bionták, ezek lecsökkennek, és a helyüket ezek a csúnya fekete bionták képviselik, amik ugye rákra való hajlamot állítanak be. No, hát ennyit szerettem volna így akkor, és visszaadnám a szót. Hát ez nagyon érdekes volt, és köszönjük. Most meg Gergelynek fogom odaadni a szót. Ő meg most a növényi oldalról szeretném, ha elmondaná, hogy lehet ebből pozitív irányú változás? Már így a génmanipulációra, meg ilyesmire utalva. Hát ez a legnehezebb, tehát hogy eszünk valamit, és utána a vérünk hogy néz ki. Tehát, de ezek mind nyomot hagynak. Tehát úgy kellene elképzelni, hogy mi magyarok a magnak a népe, talán mi ártottunk legtöbbet az emberiségnek. Mert nálunk egy ős nyelv maradt fönt, egy ős rezgés, tehát amiről szó volt, az igen. Ebből adódóan másképp gondolkodunk, másképp alkotjuk a világot, alakítjuk, és az intelligencián előbb említett számítógép honnan ered, a génmanipuláció honnan ered, ilyen szinten, amin ma használjuk, és hány magyar vegyésznek a munkája, vagy génpreparátornak volt szerepe ebbe. Hogy ma itt tart az emberiség, és az orvos nem tudja, hogy mit tegyen, mert a tendencia nem ez, hanem ez a lefelé irányuló, és ezen próbálunk változtatni egy olyan helyzetbe, hogy azt mondják, hogy Magyarország legyen a legfejlettebb ipari állam. Ez múlt héten hangzott el a Kossuth Rádión. Hát el kell gondolkozni ezen, mikor szántó területe Csongrád megyének 2000-től 2010-ig mindössze 23%-kal csökkent. Tehát nekünk meg ennivalót kell adni az embereknek. Minden át lett alakítva, mindenre jön a válasz, az allergia. Az első pont általában a tej, mert tej alapra van a mi élet, földi életünk téve. Na most innentől kezdve mit adunk edni az emberiségnek? Most idén 10 éves korom óta csak kukorica nemesítéssel foglalkozok, ez a hobbim. És idén volt először olyan élelmiszerüzem, aki azt kérte, hogy élelmiszer kukoricát, tehát ami étkezésre jó, olyat adja. Nincs ilyen kukorica most. Tehát a sertésnek nem adják oda már, mert ez ipari kukorica. Önök észre se vették, a világ megváltozott. Naponta apró kis részletekkel távolodunk el az élettől, megyünk vissza ebbe a szilícium rendszerbe, ha pedig átmegyünk, akkor át kellene vinni a növény, állat, táplálék, mindent, de a Teremtő nem erre alkotott bennünket. Tehát ezen el kell gondolkozni, és egyetlen egy dolog van, hogy a világegyetemnek az alaprezgésére van hangolva a kőzet, a növény, az állat, az ember. Tehát amelyik ember tudja a növényt gyógyítani, az tudja az állatot is, és az embert is. Tehát nincs ilyen, hogy lódoktor külön. Tehát az élet az annyira komolyan kell venni, hogy elmennek Norvégiába bármelyik egyetemre, ott a tanároknak van egy agrármérnöki diplomája. Nem olyan, mint a magyar agrármérnöki, ott az életről van szó. Ha valaki nem tudja az életet, nem tudja a gépészetet, nem tudja a számítógép világát, nem jó grafikus, és így tovább. Tehát nekünk ez kellene, hogy az élet tudása, amivel mi leszületünk, csak kiszedik szépen belőlünk. Ezt vissza kell adni, és ezzel nem úgy kell, hogy agyilag gondolkodni, mert mi meg vagyunk teremtve,
Ez a belső szellemiségnek a dolga, az életnek a fenntartása. Bármivel nyúlunk mi hozzá kívülről, azzal ártunk. Tehát az, hogy például vegyünk egy meddő házaspárt, nincs gyerek, mesterségesen belenyúlunk, lesz gyerek, de az az információt viszi tovább az utódjuk. És akkor az intelligenciára még azért visszatérek, mert jobb lenne úgy beszélni, hogy a természetnek nincs intelligenciája, az természetesen intelligens a maga rendszerében. Tehát a teremtő úgy alkotott, hogy a káoszból lett a kozmosz, és a rendezetlenségből a rendezettség. Tehát minden rendezett, még a mostani folyamatok is, hogy megyünk lefelé a lépcsőn, és hát van egy tényező, hogy kitaláltuk a pénzt, és a pénz van, akkor van életkor, van szerelem, egészség, nem így működik. Az emberi test annyira érzékeny, hogy amit én 1970-es évek elején tanultam, az szerint önöknek, meg nekem itt már rég halottnak kellene lenni, mert annyi növényvédőszer, egyéb vegyület van a testünkben. Tehát az akkori tudás szerint ezek halálos dózisok. És a teremtő mégis megalkotott úgy bennünket, hogy túléltük ezt. És bírja az emberiség, kicsit nyögve nyelősen, de bírjuk, de nem ez a cél. Az embernek embernek kell maradnia, ennyire nem lehet megalázni az embert, mint most van. Ez rosszabb, mint a római rabszolgatartás. Oda vágják önöknek az ételt, italt, és nem az van benne a csomagban. Senki nem szól érte. Tehát ezen át kell esni, de a szervezet visszarendezi ezeket a dolgokat. Tehát van, ha egesszük azt a bizonyos ételt, káosz van bennünk, de egy idő múlva visszapörgeti alapjáratra. Tehát azért, hogy ennyi mérget megetetnek velünk, genetikai módosítványt, beleteszik a növénybe a dagadás génjét, beleteszik a, ez egy trükkök ám, beleteszik a dagadás génjét a csibébe, a sertésbe. Azt megesszük, az bennünk is ott marad, a lenyomat. Tehát az információ a legkomolyabb dolog, tehát a vegyi anyagokkal látjuk, a testünk nagyon jól dolgozik, jól bánik, sok áldozattal jár ez persze, de az információkat már sokkal nehezebb feldolgozni. És addig ismétlik az információt, ameddig csak kell, mert az ismétlésre belép a mesterséges agyi intelligencia, és azt hiszük, hogy az a helyes, az a jó. Tehát erre nagyon ügyeljünk, hogy ne csapjuk be magunkat. Az intelligencia az nem így kell érteni, egy hatelem is paraszt ember, ha elolvassák Hanvas Bélát, az messze intelligensebb, mint George Bush volt, vagy bármelyik állami vezető, bármelyik országban. Mert ő úgy írja, ha baj van egy országban, hogy egy parasztot kell oda rakni az élére. Ha még nagyobb baj van, akkor egy nőt kell oda rakni. És ha még nagyobb baj van, akkor egy kis gyereket. Aki nincs eltekerve a világegyetem egyetemes rezgésétől. Tehát most mi beszélünk bárkivel, és mindenki elfogad minden hülyeséget, és mintha nem is épeszű emberek lennének a hatóság meg egyéb, most előveszek egy doboz cigarettát, mert dohányzok, ez rá van írva, hogy halálos meg minden, tehát elnézést, ilyet nem szabad csinálni. Jeleket rátenni valamire, mert ez kihat mindenkire. És másrészt meg a gyártó ezentúl ebbe tehet akármilyen sztriknint, akármit, tehát ő nem hazudott, ráírta, hogy halált okoz. Tehát ezzel nem lehet kimenteni a dolgokat, tehát másképp kellene nekünk gondolkodni, cselekedni, de mindegy, hogy mit beszélünk, mit olvasunk egyéb, a belső szellem, ha él, akkor tökéletes a világegyetem. Tehát ezt kell eljutni, a belső fény legyen meg, tehát ez nem anyagoktól függ, ez információs rendszer. Leszületünk és bennünk van. Ha ezt elő tudjuk hozni, újjászületünk, ahogy Jézus mondta a zsidó rabbinak, Nikodémusnak,
hogy újjá kell születnetek. Most, hogy ki érti ezt meg, ki nem, ezt kérdezze meg mindenki magától. Mert mindahányunknak ez külön út. Erre nincsen séma. És ha újjá születünk, jöhet bármilyen világ, az ember akkor is ember marad. A másik, előbb beszéltem erről a láthatatlan emberről, akiket esetleg mi már nem látunk, sőt biztos, és ma hallgatva a rádiót, a Kossuthot, nem délutáni műsorban, pont ezekről volt szó, hogy az abszolút szimmetria világában léteznek ilyen emberszerű, vagy emberi, vagy hasonlók, mint mi. Mert ugyanennek meg kell lennie, csak mi azokat nem látjuk. Köszönöm. Attila, visszaadom neked a szót. Mit szeretnél folytatásként ehhez hozzátenni? Igen, itt ezek a fénylények, vagy olyan emberek, akik ugye nem egészen láthatók. Biztos látták a tévében ugye azt a csoda srácot, aki mindenre képes ott az emberek jelenlétébe. Tehát ott képes az üveg asztalon a pénzt átvinni. Na most ezek nem trükkök. Ezek nem trükkök, hanem arról van szó, hogy aki egy magasabb rezgés szintet képes ugye a kozmikus egyetemes rezgésből ugye levenni, ahogy mondtam az előbb a vérnél, az ugye elkezd gyakorlatilag teremteni. Kicsit megint átfordítva itt az általánosan, amit mondott itt a genetikus, csak azt tudom mindig elmondani, amikor ugye van egy daganatos beteg, és hát az onkológián teljesen leépítik, mert elmondják neki, hogy hát megkezdik a kezelést, aztán ennyi meg ennyi van hátra, meg ugye hitegetik, aztán tulajdonképpen meg is alázzák, hát ez el fog mondani a konferencián is, tehát ez nem... És akkor ugye, amikor mutatom neki a vérből, hogy már emelkedett a bioenergetikája, tehát csak egy faktorral, vagy egy markerrel emelkedett, és ugye tud táplálkozni. Ugyanígy nem tudom neki azt ő helyette meglépni, hogy hogyan kell önmagában felismerni a kozmikus, meg az isteni rezgésnek az eszenciáját, hiszen minden ember az. Pontosan bármit csinálnak az emberrel, akkor is mi tulajdonképpen mondjuk így, akkor, hogy a Bhagavad Gita-ban is van, ugye Isten emberek vagyunk. Csak ez persze nem így működik, hogy valaki ezt mondja magának, hogy Isten ember, de ugyanakkor mégis működik. Kérem szépen, ugye itt az előbb beszéltem, hogy visszaalakulnak a sejtek, meg képesek embriósejtek alakulni, és akkor majd itten ki lehet növeszteni a szerveket, meg a végtagokat. Három ember is van. Volt egy férfi, akinek a új percen ugye baleset következtében elvesztette. Akkor volt egy japán lány, hát azt még annak idején, az 6 évvel ezelőtt volt, a japán televízió folyamatosan közvetítette, kérem szépen 4 éven keresztül, hogy a Hokkaidó származott a lány, és ki kellett venni, azt hiszem, a bal veséjét. És akkor eldöntötte, hogy már pedig ő kinevezti a bal veséjét, és akkor a Tokióban a professzor, egyik professzor, az folyamatosan mutatták az ultrahangképet, mutatták a CT felvételt, és ugye a férfi is 2 év alatt, a 14 éves kislány meg 4 év alatt, mert ugye, és a kislány el is mondta, hogy ő persze egyfajta mantrálás volt ebben, de ezt nem lehet, tehát ehhez rá kell arra jönni, hogy ki vagyok én, és hogy mit érek én. Tehát én, mint egy kis, azt mondják, hogy porszem, ebben a világmindenségben egy nagyon fontos fogaskerék vagyok. Nem vagyok kisebb, mint egy galaxis, mert az isteni rezgésnek ugye, hogy része vagyok. Ezeket így mondta a lány. Persze egy japán talán ezt jobban érti, mert a sintoizmus eleve ilyen szempontból közelebb áll. Pedig, ahogy most beszélek, ugye, hogy megint a növény genetikus, a magyar az Isten nyelve. Milyen érdekes, amikor azt mondjuk ugye, hogy cito. Na most az egy ilyen hólyagocskát szimbolizál, de magyarul a sejt szó, tehát a sejt. Hát a sejt az sejti,
folyamatosan sejti az Istennek a szavát, a törvényét. Tehát a lényeg az, hogy kinőtt a férfinek az ujja, a lánynak meg a veséje, kérem szépen, és akkor van még egy férfi, akinek meg a levágták comtőből a lábát, annak is kinőtt 7 év alatt a lába, de csak fele akkorára, tehát ő csak fél tudta megvalósítani a dolgokat. Hát erről van szó, hogy ebben a borzasztó világban mindennel mérgező vagyunk, és egyre szándékosabban és tudatosabban bizony, még így is, hogy élünk, ugye ezek a bionták, ezeket még így is ugye próbálják organellálisan kompenzálni, kérem szépen, és ugye ahogy elmondtam a kisorvosi konferencián, meg nagyon is el fogom mondani, az ember bármire képes lehet, és most is. Nem akarok persze közhelyeket mondani, hogy igen, most innen kitetszenek menni, és akkor innentől kezdve már valakinek kiullott a haj, és akkor majd ki fog nőni. Nem, ez egy folyamat, kérem szépen, és ugye nem lehet megállítani ezt a fejlődést. Tehát én, hogy csak nézem, biofizikailag, még egyszer mondom, az ember vérébe játszódik le, mert nem csak a gyerekeknél, akkor annak ellenére a szervezetünk, annak ellenére, hogy rengeteg stressz éri, képes magát tulajdonképpen egyre hatékonyabban megújítani. Az amerikaiak nem még jelentették be, pedig az egy hamburger zabáló nép, de hát elképesztő elmék vannak ott is. Persze hozzá kell tenni, hogy a záró konferencia, mi ki vagyunk az USA-n, a nyitó meg a záró konferencia magyarul van. Ugye? Tehát atomfizikusok képesek voltak tanulni, kérem szépen magyarul Teller Edéttől, meg Szilárd Leótól, meg van külön magyar bizony, mert nagyon jól tudják, hogy csak magyarul lehet magyarázni a világot. Tehát tulajdonképpen ugye itt mindenféleképpen arról van szó, hogy felfedezték azt, hogy a gének azok teljesen képesek átstruktúrálódni. Hát a kromoszómában elhelyezkedett, becsomagolt DNS állomány, és azok a különböző ugye fehérje enzimek, és az összes többi sejtettség, és ez nem társulnak ki vagy bekapcsoló gének, ugye, mert ezeket is föl kellett fedezni. Nem, hanem magasabb frekvenciából, nem a semmiből, még egyszer mondom, csak persze át tud realizálódni és átalakulni az anyag, mert ugye a víznek a kémiája az H2O, de nagyon sokféle fizikai állapota van, ezeket majd ugye az előadás sorozatban ugye végig fogjuk venni, mert itt a víz az egy olyan közvetítő mágikus közeg, amelyen keresztül az Isten energia tud átjönni, és ezért van, hogy a több mint, vagy körülbelül 3 részünk még így is vízből áll. Tehát itt mindenféleképpen az emberiség minden tagja nagy átalakulások mennek végbe, csak ahogy az előző oldal is mondta, valaki kit hagyják a világot, ugyanis nagyon sok ember, és egyre több ember, mert a médiák is arra veszik rá, hogy leépíti magát, tehát lelkileg, és akkor ezért van nagyon sok daganatos megbetegedés, főleg a keringés, a gonyhatság megbetegedés mellett, mert ő szépen, ahogy átjön gyakorlatilag az elméjén keresztül, az produkálja a tumorokat, és aztán nem is látja az értelmét az életnek, főleg amikor bekerül a belgyászat meg az onkológia, ott aztán megadják az utolsó kenetet azzal, hogy maga úgyis halálos beteg, meg maga, és nem, nagyon, nagyon kegyetlenül érzelemmentesen bánnak az emberekkel, de ezek mind nem véletlenül vannak, mert megadja a szeret a lehetőséget arra, hogy megújítsad magad, tehát a betegség egy nagyon komoly tanító ilyen szempontból, és itt mondanék egy hasonlatot, ugye voltunk a Floridai Óceánográfiai Intézetben, és ott az amerikaiak régóta foglalkoznak ugye a tengeri emlősökkel, tehát a cetekkel, delfinekkel, cápákkal, és a magasabban szervezett gerinces tulajdonképpen emlősállatok között, az, amelyik a leghatékonyabban képes genetikaira változni, és ellenálló képességet kifezetni, a moziban annak idején láthattuk, hogy 3 vagy 4 rész volt belőle, az a Carcharius carcharodon, tehát a nagy fehér cápa.
az ő populációjában szinte az összes egyedel populációnak, amit föl tudtak mérni, hogy rátettek egy csipet és műholdról követik, elképesztő ellenképességet tud mutatni, mert most már sajnos az óceánokban felfedeztek ugye a főemlősöknél is, kérem szépen, papillomáris daganatokat, tehát rengeteg emberi szteroid meg antibiotikum került a vizekbe, és a fehér cápa még ennek ellen tud állni. Mi ugye megbetegszünk, különböző nyirok daganataink lesznek, de mi is képesek vagyunk arra itt a szárazföldön, amire a vízben a cápa. Tehát sok feladat van még itt, amit meg kell oldanunk. Hát most az az igazság, hogy az időnk lejárt, de miután mind a két szakemberünkkel tudunk találkozni Szegeden minden hónapban, mert Borza Attila a Somogyi Könyvtárban tartja rendszeresen az Egészségbár klubprogramon belül az előadásait, Kalmár Gergely pedig a geodinamika tanfolyamot tartja havonta kétszer, szintén a mi honlapunkon megtalálható. Úgyhogy én azt mondom, hogy akinek fölkeltettük az érdeklődését, mind a két előadásra várjuk szeretettel. És köszönöm nektek, hogy itt voltatok, most ennyire jutott időnk, és hozok nektek ajándékot.